Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik előzőleg is velünk tartottak, talán emlékeznek rá, hogy Ábrahám bácsiról és Sári néniről volt szó. De nem fejeződött ám be a történet. Még ennek van folytatása. Most újra Ábrahám bácsiról és Sári néniről fogok beszélni. Én nem is tudom, hogy lesz-e kedvetek hallgatni Ábrahám bácsi és Sári néni sóhajtását, de talán tanulhatunk belőle sokat, ha megismerjük ezt a kis történetet. Az Ábrahám bácsiról és Sári néniről szóló történetet Mózes első könyvébe találhatjátok. Már a 12. rész is foglalkozik velük, 13. és a további részek is. És itt egy kis rövid jelenetet fogunk átgondolni, hogy hogyan is találkozott, beszélgetett Ábrahám bácsi Sára nénivel. Tehát Ábrahám bácsi egyik alkalommal nagyon komolyan beszélgetett Sári nénivel. Hát ez barátságos beszélgetés volt, nem volt semmiféle zsörtölődés. A sátor ajtaja nyitva maradt, ők kín ültek a szabadban, egy padon, és hát gondolkoztak magukban, csendben ültek egy darabig, aztán elkezdett Sári néni sóhajtozni. Sóhajtozott. Azt mondta, papa Ábrahám, hát nincsen gyerekünk. És Sára néninek könnybe lábbadt ősz pillája, amikor az utcán látta a boldog gyerekeket futkározni és viháncolni, játszottak egymással, az állatokkal, bukfencet mutattak, és megdobálták egymást, mint ahogy a gyerekek szokták. Látom, mondta Sári néni, mások gyerekeit itt futkározni, milyen aranyosak, milyen édesek, mosolyognak, nevetnek, hangoskodnak, játszanak, aztán némelyik oda megy az anyukájához, és oda símul hozzá, átöleli az anyját, az anyukája rámosolyog, de boldog anya, de boldog gyerek. Hát tudod, Ábrahám papa, hozzám nem símul senki. A bárányok se símulnak hozzám, csak néha-néha. Ha oda jönnek, aranyosak, nagyon, de hát ezek nem gyerekek, ezek bárányok, ezek birkák. Ábrahám bácsi néha bosszus volt, hogy Sári néni mindig hitetlenkedik. És hát most is, amikor hallotta Sári néninek a sóhajtását, akkor Ábrahám bácsi egy nagyobbat pördített, pödört a bajuszán, és azt mondta, hogy Isten, amit ígér, Sári, jegyezd meg, Sári, figyelj csak, igazítsd meg a kendőt a fejeden, figyelj, amit
Isten mond, hogy az valóra válik. Az az igazság, gyerekek, hogy titokban néha Ábrahám bácsi is szomorú volt. A zsebkendőjével megtörölte gyorsan a szemét, nehogy Sári néni észrevegye. Szomorú volt, hogy nincsen fia, se lánya, se fia, se fiai, se lányai, se unokái, senki nincs. Hát igen. Mióta várok én, hogy majd lesz? De hát nem lett. Nem lett. Nem lett gyerekünk. Hát szomorú vagyok. Az egyik éjszaka Ábrám bácsi annyira szomorú volt, hogy nem tudott még aludni sem. Sokszor becsukta a szemét, megpróbált aludni. Nem ragadt le a szeme. Megpróbált horkolni. Horkolni, hát hogyha elalszik, na de ettől a műhorkolástól. Nem aludt el. Nem tudott elaludni. Olyan zavart volt. Isten azonban látta, hogy Ábrahám bácsi milyen szomorú. Ez a kedves idős Ábrahám, hogy milyen szomorú, hogy nincsen neki fia, se lánya. Ábrahám forgolódott az ágyában, betakarta magát, levette magáról a takarót, akkor vissza megfordult a jobb oldalára, megtörült a jobb szemét, megfordult a bal oldalára, hát hogyha jobban tud aludni, kinyújtotta a lábát, így ide az arca mellé tette a kezét, hát hogyha el tudok aludni. De a szomorúság nem engedte, hogy ő neki nincsen fia. És hát Ábrahám így volt, de ebben a helyzetben, az éjszakában Isten lélekben Ábrahámhoz fordult olyan módon, képzeljétek el, olyan módon, hogy Isten beszélt, de Ábrahám nem látta Istent. Isten beszélt hozzá, csak a hangját látta, és egy fényességet látott, de Isten magát nem látta. Beszélt hozzá Ábrahámhoz. Mit mondott neki? Hát ezt nem tudja senki. Ez titok. Csak én fogom tudni, meg te, hogy mit mondott Isten Ábrahámnak. Azt mondta Isten, elmondom nektek is, megszúgom nektek. Azt mondta neki, hogy ide figyelj, Ábrahám, mit szomorkodsz itt? Ne szomorkodj! Ábrahám, ne szomorkodj! Én, mondta Isten neki, törődök veled, Ábrahám, én szeretlek téged. Ábrahám, én gondot viselek rólad. Ábrahám, amit imádságba kérsz tőlem, hogy én azt megadom ám neked. Hallod? Hallod, Ábrahám? Ugye nem aludtál még el? Ide figyelj, Ábrahám. Hát, Ábrahám figyelt, hallgatott, aztán megkérdezte magától,
Igen, igen, igen. De meddig kell még várnom? És akkor Isten határozottan megszólalt, és azt mondta neki, kelj csak fel, Ábrahám, gyere ki a sátorodból, és állj meg ott az udvar közepén. Figyelsz, Ábrahám, és most nézd csak föl az égre, nézd, emeld föl a fejedet, nézd, figyelek, mit látsz, Ábrahám? Na, hát látom a holdat, meg a csillagokat, látom a holdat, meg a csillagokat. Tudsz számolni, Ábrahám? Na, tudsz számolni? Meg tudod számolni, hogy hány csillag van ott az égboltozaton? Ábrahám bácsi, tudott egy kicsit számolni, de nem sikerül neki megszámolni, hogy hány csillag van az égen. Ugye nektek, gyerekek, nektek se sikerül megszámolni, hogy hány csillag van az égen. És azt mondta Isten, hogy na látod, Ábrahám, ezzel azt akarom mondani neked, hogy ilyen megszámlálhatatlanul sokan lesznek az utódaid, nagyon sokan. Meg sem tudjuk számolni, hogy hányan származnak tőled, hányan származnak tőled, hány fiad, hány unokád, dédunokád, lányod, ükunokád, szépunokád, meg minden lesz, nagyon-nagyon sokan. És hát, ugye, csodálatos ez. Hiszed ezt, Ábrahám? Na nézd még egy kicsit az eget. Nézd csak. Ugye tetszenek ezek a csillagok, hogy villognak az égen? Ugye? Tetszenek ezek neked, Ábrahám, hogy ragyog. Itt van az esthajnal csillag is, az is. Meg más csillagok is vannak. Ugye, Ábrahám? Na látod, nyugodj meg. Ilyen sokan fognak tőled származni. Ábrahám bácsi megnyugodott. Sára néni felébredt és kiabált. Hol vagy, Ábrahám? Apám, Ábrahám, hát hol vagy? Mit csinálsz ilyenkor? Ábrahám bácsi nem lett ideges. Megszokta, hogy Sári néni mindig olyan hangosan beszél vele. Felemeli a hangját Sári néni sokszor, de Ábrahám bácsi csendben marad. Ábrahám bácsi mosolygott magában, boldog volt nagyon, és lefeküdt. Megpróbált aludni, de nem tudott a boldogságtól. Hát mégis, ad Isten nekem gyermeket. Hát igen, lesz. Ez valóság? Igen, hát Isten mondta. Néztem a csillagokat, és boldogan reménykedek, hogy ad gyermekeket. És hogyha lesznek gyermekeim, hogy lesz egy fiam például, akkor már olyan nagy lesz, felültetem a szamár hátára, és mondom neki, hogy jól fogozzál meg, a tevének a púpjába fogozzál meg, jól a púpjába. És akkor én vezetni kezdem, és akkor elindul az első lábával,
imbolyogva, na fiam, te pedig fogózzál, hogy lenessél onnan, és hát milyen jó lesz, és hogy majd, ahogy hogy vezetem a tevét, a sátorból kikandikál Sári néni, és ő is mosolyogni fog, ő is örülni fog. Most már nem emeli fel a hangját, hanem suttogva mondja el, hogy én is boldog vagyok, hogy Isten meghallgatta az imádságokat. És milyen jó, milyen csodálatos is ez. Ábrahám bácsi boldog volt. Az évek múltak, az évszázadok elsuhantak, de egy napon egy csodálatos gyerek született. Egy csodálatos gyerek született, akire Ábrahám leginkább vágyott. Ezt a gyereket Jézusnak hívták, aki Ábrahám leszármazottja, és csodálatos az egész világot megváltja, sőt, az Ábrahám leszármazottjait is megváltja, sőt, az egész világ embereit, akik bűnösek, megváltja, megszabadítja a bűnből a szívüket, megtisztítja, boldoggá teszi. Jézus, Jézus ezt fogja tenni. Ábrahám elképzelte maga előtt ezt a csodálatos dolgot, hogy egy ilyen fiú fog születni, akit Jézusnak hívnak, aki szabadító lesz. Isten csodálatos. Elmondta ezt a csodálatos elképzelését Sári néninek is. És most Sári néni is bólogatott, és ragyogott a szeme, és megölelték egymást, és felnéztek együtt a csillagos égre.